hatóság, az egyetemi vezetés együttműködésének egy újabb szép állomáspontját láthatjuk éppen. Faültetésekre kerül sor. Ugye országosan is azt hiszem, hogy majd, hogy nem egyedülálló ez a gyönyörű szép kampusz, de legalábbis bizonyára párját ritkítja, hiszen egy festői szép, mondhatni erdei környezetben tanulhatnak a hallgatók, illetve a vizsgák, órák között itt pihenhetnek. Ezért is nagyon fontos, hogy óvjuk környezetünket, és ne csak mindig élvezzük azt, amit nyújt számunkra. Ezért nem volt kérdés, hogy közösen veszünk részt az egyetemet övező erdei környezet felújításában, megújításában, és ennek keretében kerül sor nagyon sok a területen őshonos facsemete elültetésére. Ugye a fákkal kapcsolatos adatokat azt meghagynám az egyetem vezetőinek. Én a hallgatói részt szeretném ismertetni. A hallgatói önkormányzat képviselői, illetve a hallgatói önkormányzat környezetvédelmi bizottságának tagjai és az ő felhívásukra lelkes hallgatók vettek részt a facsemeték ültetéséhez elengedhetetlenül szükséges gödrök kiásásában, illetve az ültetésben is, és ez még ma is folytatódni fog. Eddig összesen 102 hallgató vett részt ezekben a munkálatokban. Önként jelentkeztek a hallgatók, ami azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos eleme a történetnek, és hát bízunk benne, hogy tavasszal minden elültetett fa ki fog sarjadni, és aztán szépen a magasba tör, ahogy a Debreceni Egyetem is a tudomány területén egyre magasabb babérokra tör. Aki a fát elülteti, főleg, hogyha egy tölgyről van szó, itt pedig kocsányos tölgyek vannak többségben a nagy erdő területén, annak a saját generációján túl is van némi jövőképe. És ahhoz, hogy ezek a fák elültetődjenek, meg magasra nőnek, először is dolgozni kell. Például ásni, az egyetemi vezetés a HÖK vezérlete alapján foglalkozik az ásás gondolatával, így jó magam is. De majd a HÖK látja, hogy én hogy ások, mert én nem úgy ások, mint mások. Mert akkor jó az ásás, ha más ás. Az elmúlt évben különböző balesetek történtek, amik arra irányították a figyelmet, hogy át kell vizsgálni a faállományt is az egyetem területén, hiszen az egyetemnek kötelessége az is, hogy a környezetében lévő élőlényeket a hallgatókon túl is figyelje. Ilyenek a fák is. És hát sajnos azt kellett megállapítanunk, hogy nem csak az emberek öregednek el, hanem a növények is, köztük a fák is, bármilyen hosszan élnek is. Úgyhogy közel 140 fát kellett kivágnunk, vagy lombkoronáját alakítani, ugyanis balesetveszélyesek voltak. Sajnos 10 évvel ezelőtt még emberéletben is esett kára a klinika területén, úgyhogy ezt nem szeretnénk most megvárni, ezért vizsgáltattuk át és vágattuk ki azokat a fákat, amelyek már nem alkalmasak a velünk való együttélésre, de helyettük többet pótolunk, és ennek a keretében a hallgatói önkormányzat kezdeményezése, és hogy ennyi sok fát tudunk közösen elültetni, és most példaképp egyet, vagy néhányat itt közösen is, ez azt mondtázza, hogy nem csak a veszélyes fák eltávolításában, hanem helyettük a pótlásban is van figyelmünk, úgyhogy azt gondolom, hogy az egyetem ebben is megmutatja az egységét.